Szép jó napot kívánok! Én Krausz Ivett vagyok, pszichológus és az EFI munkatársa. Már találkozhattak velem több videóban is korábban, többek közt a Szépkorú Szeretteink videósorozatnak, ennek a videósorozatnak az előző két részébe. A mai napon arra gondoltam, hogy boldogságfokozó tippekkel gazdagítanám mindenkinek a repertoárját. Tartsanak velem, hogyha úgy érzik, hogy önökre is ráférne egy kis boldogságfokozás. Az első ilyen boldogságfokozó gyakorlat, amit hoztam, az én személyes kedvencem is egyébként, ez a hála, vagyis a hála listának a vezetése. Ezt mindenki különböző féleképpen szokta megoldani, van, aki naponta kétszer írja, valaki hetente egyszer. Én azt gondolom, hogy jó dolog naponta írni, úgy lesz igazán érezhető a hatása. Vegyünk elő egy füzetet, vagy egy papírtömböt, és kezdjük el észrevenni azokat a dolgokat, amiért az életünkben hálásak lehetünk, vagy az adott napunkban olyan történések, dolgok, személyek, amiért hálát szeretnénk adni. Miért jó ez a hálalistát vezetni? Hát különösen azért, mert hajlamosak vagyunk arra mindennapjainkban, hogy azokra a dolgokra tegyük a fókuszt, amelyek nincsenek ott, vágyunk rá, de nem kaphatjuk meg. Például most ugye jelenleg nem találkozhatunk azzal és annyit, amennyit szeretnénk, nem mehetünk ki akkor is, ahányszor is, amennyit, amikor, amennyit mi szeretnénk. De egy ilyen hálalista vezetésével, ennek a segítségével kicsit át tudjuk helyezni a fókuszt ezekről a dolgokról oda, amelyek megvannak nekünk, amelyik ott vannak előttünk, kéznyújtásnyira csak igazából észre kell venni, tudatosítani kell magunkban, és ez nagyon-nagyon jó így a pozitív gondolkodásmódunk számára, hogy egy picit átállítsuk azt, hogy mire figyelünk igazán. Másik ilyen technika lehet az, hogy kitűzünk minden napra kisebb, apróbb célokat, amiket el szeretnénk érni, és ami aztán remélhetőleg örömmel is tölt el minket. Ezek tényleg a legapróbb dolgok is lehetnek, házi munkára vonatkozóan, vagy egy telefonhívásra vonatkozóan, egy-egy kisebb tevékenység elvégzésére, egy könyvnek, fejezetnek az elolvasására. Tehát bármi, ami olyan teljesíthető az adott napunkban, és amit várhatunk, ez nagyon fontos, mert hát lássuk be, most igencsak összefolyhatnak azért a napjaink, heteink, és kell valami olyan dolog, amit minden nap magunk elé képzelhetünk, és afelé haladhatunk, úgyhogy ez volna a második tippem, hogy tűzzünk ki célokat magunk elé. Nem lehet elmenni természetesen amellett sem, hogy nem árt, ha élvezzük is a dolgokat az életünkben. Itt most kifejezetten az apró örömök élvezetére gondolok. Legyen ez egy kis csokoládé, amit elmajszolunk, de gyakorlatilag bármilyen apróság is lehet, amit akár a hálalistából adódóan is észreveszünk és megtanulunk élvezni. Ami nagyon jó gyakorlat lehet erre, hogy egy örömdobozt készítünk, benne minden olyan dologgal, akár ilyen kis cetlikre felírva, ami mosolyt csal az arcunkra, ezeket belerakhatjuk ebbe az örömdobozba, de hozzátehetünk olyan más tárgyakat, akár élelmiszert is, amit nagyon szeretünk, ami tényleg fokozza az örömünket. Lehet ez valami illatos kis karácsonyi fahéj például, tehát bármi, ami nekünk most így megadja a hangulatot. És az ilyen apró örömök mellett persze fontos, hogy legyen valami hobbink, amit szintén tudunk gyakorolni így a szabadidőnkben. Lehet elővenni rég elfeledett hobbikat, lehet a számunkra kedves dolgokat elővenni szintén, amiket most így a karantén ideje alatt is tudunk csinálni. Könyvolvasás, horgolás, varrás, új dolgok kísérletezés, zenélés, zenehallgatás. Tehát számos olyan dolog lehet igazából, amire mindig is vágytunk, vagy mindig halogattuk mondjuk. Hát kitűnő időszak ez arra, hogy belevágjunk akár egy tanulási folyamatba is. Úgyhogy ezt is ajánlom önöknek kipróbálni, hogy mindenképpen egy önökhöz közel álló hobbi űzésére bizdítanám önöket. Kutatók már számtalanszor bizonyították, hogy a hitnek, a spiritualitásnak milyen fontos szerepe van a boldogságunk fenntartásában, a minőségi élet vezetésében, úgyhogy ezt is behoztam ide. Valakinek ez az imádkozást jelenti, egy misére járást jelent, valakinek pedig a természetben eltöltött csendes perceket, sétákat, hosszú órákat. Ezt mindenki maga érzi, hogy mi az, ami hozzá közel áll.
Aki például az ilyen imádság irányába húz, azoknak tudom ajánlani, hogy most nagyon sok helyen biztosítanak akár online miséket, istentiszteleteket, fel lehet ezeket keresni, lehet kérni mások segítségét, akik ezt már kipróbálták. Tehát, hogy használjuk ki azokat a lehetőségeket, amik most is rendelkezésünkre állnak. Mit lehet még tenni, ami fokozhatja a boldogságunkat? Közeleg a karácsony, és nem csak nekünk esnek jól az apró cselekedetek, az apró jó cselekedetek, hanem nagyon sok más, akár rászorulónak, akár szerettünknek, akár távolabbi ismerősünknek. Egy biztos, hogy ettől mi is jobban érezzük magunkat, hogyha önzetlenül adunk. Ezért ajánlom azt, hogy aki fontolgatja, hogy valamilyen adományt adna most például karácsony előtt, akkor ez egy tökéletes időszak erre. Ha ehhez ötleteket is szeretnének kapni, akkor ajánlom önöknek, hogy nézzék vissza. Most volt egy egészségnapunk, hétköznapi hősök a COVID idején címmel, ahol a második kerekasztal beszélgetésünkben pont olyan alapítványok képviselőivel beszéltünk, akik adnak nekünk arra tippeket, hogy hogyan is lehet, és kiknek is lehet adományozni. Úgyhogy ajánlom ezt figyelmükbe, ez is egy nagyon jó verzió lehet most itt nekünk. Következő dolog a testünkkel való törődés, ez talán nem meglepő, ez nagyon sokszor ott van úgy alapvetően az egészségügyi szempontoknál, hogy a testünkkel való foglalkozás nagyon-nagyon kiemelt jelentőségű. Itt elsősorban a testmozgásra gondolok, lehetőleg napi rendszerességgel 4 óra 20 perc. Ha valakinek nagyon nagy fájdalmai vannak, akár egy egyszerű ülőtorna is megfelelő lehet. Egyébként erre szintén találnak itt az EFI oldalán tippeket, hogy hogyan is lehet tornázni ilyen típusút is, hogyha szeretnénk. De valakinek az is beletartozik ebbe, hogy egy kicsit kényezteti magát, akár egy forró fürdővel, egy arckezeléssel, arcpakolással, bármi, ami számunkra feltöltődést hoz, vigyünk ebbe bele egy kis tudatosságot, és már is meglátjuk, hogy tök sokat dob a mindennapi közérzetünkön. Végül, de nem utolsó sorban a kapcsolataink ápolására is szeretném felhívni a figyelmüket, ezt előbb-utóbb minden videómban elmondom és kihangsúlyozom, de tényleg nagyon fontosnak tartom, mert számos erőforrásainkat a kapcsolatunkból, a támogatásból merítjük, úgyhogy használjuk ki azokat az online lehetőségeket is, amik most a rendelkezésünkre állnak. Persze simán lehet ez egy egyszerű telefon beszélgetés is. A lényeg, hogy rendszeresen vegyük fel a kapcsolatot szeretteinkkel, barátokkal, rég nem látott barátokkal, minél inkább kibővítjük most ezt a szociális hálót, annál jobb. És hogyha esetleg szeretnének ténylegesen egy közösség részévé válni most ebben az időszakban is, akkor melegen ajánlom figyelmükbe a most decemberben induló őszülő idősek klubja programunkat, amit majd én fogok vezetni, és itt kötetlenül beszélgetünk majd olyan témákról, ami a csoporttagokat, önöket érdekelheti, családi hagyományokról többek közt lehet beszélni, boldogságfokozó tippekről, hogy kinek mi válik be, de lehet még számos más téma is, ami most önökben aktuálisan mozog. Tehát, hogyha egy támogató közeg részévé válnának, akkor jöjjenek, csatlakozzanak, várjuk önöket szeretettel. Ezeket a tippeket hoztam mára, amik így a boldogságfokozás címszó alatt futnak, tehát így még egyszer röviden egy párat megemlítve, ugye a hálalista, az apró célok kitűzése, az apró örömök élvezete, a jó cselekedetek, egy hobbi megtalálása, akár új hobbi megtalálása, vagy a régi felevelenítése. Aztán itt a végén beszéltünk ugye a társas kapcsolatokról, a testünk ápolásáról, tehát sok-sok olyan dolog felmerült, amivel lehet fokozni a boldogságunkat, és ajánlott is, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek jó kísérletezést és kitartást, és én Krausz Ivett voltam, várom önöket szeretettel a következő videóban is. Az online program a WECOP 7.2.2/17/2017/0004-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.